A vasárnapi istentiszteletet követően a badalóiak a Gvadányi József gimnázium főbejáratánál gyűltek össze, hogy közösen avassák fel néhai Keresztyén Balázs, pedagógus helytörténész, művelődés szervező emléktábláját. Jakab Lajos, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, és elmesélte, hogy alig pár hónapja megkereste őt és a gimnázium igazgatóját, Dalmai Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke, hogy szeretne felajánlani egy emléktáblát Keresztyén Balázs tiszteletére születésének 75. évfordulója alkalmából. Az emléktábla a Beregszászért Alapítvány ajándéka, a bronzdombormű Sándor Attila székelyudvarhelyi művész alkotása. Ez elmúlt 8 év alatt ez az 5. emléktábla, amit sikerül felavatnunk. Ugye 3-at sikerült a templomunk belső és külső falán. Ezek közül az egyik a lelkészeknek, az eddigi szolgált lelkészeknek a névsora. A másik az itt szolgáló Rácz Miklós tiszteletesi, aki 50 éven keresztül 1918-tól 68-ig volt a lelkészünk. És ugye tavaly novemberben nagy örömünkre sikerült egy Matold Péter alkotását, a Kölcsei Ferenc emléktáblát is felavatni. És ugye ez volt a templomunkban, és itt az iskolánkban pedig 2016-ban Gvadányi József, a névadónak az emléktábláját, és ugye most Keresztyén Balázsnak az emléktábláját, aki 8 éven keresztül 1955-től 63-ig iskolánkba járt, és ilyen kötődése is van Badalóhoz. Minden egyes emléktábla ugye a nagyjainkra, őseinkre emlékezés, ez csak gazdagítja a falu kultúráját, és az elkövetkező években is ezeken az eseményeken, a születésnapján és különböző alkalmakon hálás szívvel emlékezünk ezekre a nagyokra, ami Badalójának a múltját, kultúráját gazdagítja. Keresztyén Balázs 1949. január 15-én Nagyberegen született, de a család még akkor Badalóba költözött, amikor ő 3 éves volt. Itt járt iskolába, majd pedig Beregszászban. 1967-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetemre, ahol 1972-ben magyar nyelv és irodalom tanári diplomát szerzett. Ezután a nagyszőlősi Perényi Zsigmond középiskolában tanított haláláig. Az emléktábla avatáson jelen volt Keresztyén Gabriella, Keresztyén Balázs lánya is, aki meghatóan emlékezett vissza édesapjára. Hát apák napja van ma, úgyhogy duplán jelenti azt, hogy meg vagyok hatódva meg. Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert hogy ez tényleg az van, hogy édesapám fiatalon ment el, és azért nagyon sok mindent nem tudott befejezni, meg hogy nagyot változott azóta a világ, mert hogy ő is egy másik fajta világban viszonylagos békében élt még, és a falu is nagyon megváltozott, mert hogy gyerekkoromból azért még itt megvan így az akácfák, meg a kapukban ücsörgő, padokon ülő embereknek az emléke, és ez most már sajnos egy kicsit megváltozott. De ezért nagyon örömteli egyben, hogy újraéled az, hogy meg akarjuk őrizni a hagyományainkat, meg akarunk maradni, meg akarjuk tartani a közösségünket. És hát tulajdonképpen hazajöttem, és itt azt tapasztalom, hogy még édesapámra is emlékeznek, meg értékelik, és ez nyilván nagyon megható. A KMKSZ a háború ellenére is igyekszik minél több kulturális rendezvényt szervezni a nyár folyamán is. Emellett külön öröm számukra, ha vannak olyan kezdeményezések is, mint a badalói. Badaló egy olyan község, mely úgy gondolom, hogy ma egy életjelet adott magáról, hogy megvagyunk és túlélni akarunk, hisz azok állítnak emlékoszlopokat, emléktáblákat, akik a jövőbe is hisznek. És hát itt egy ilyen neves irodalmár született és járt iskolába, mint Keresztény Balázs, aki nem csak kutató volt, hanem rendezvényszervező, és nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy az anyaország megismerte a Kárpátaljához fűződő irodalmárok egész sorát, hisz ő írt Borremisza Péterről, Balassi Bálintról, nagy zeneszerzőnkről, aki Szőlősön élt. Tehát így elmondhatjuk, hogy szertágazó munkát folytatott. Gazdag irodalmi múlttal rendelkezik Kárpátalja, és úgy gondolom, hogy az egész
tevékenysége arra irányult, hogy ismerté tegye az anyországba is, és a Kárpát-medencébe is a kárpátaljai irodalmi hagyatékot. Ez úgy gondolom, hogy sikerült neki, és ez bizonyítja azt is, hogy Beregszászban évente megszervezik a keresztény vallás olvasótábort, amelyben számos az irodalom és a kultúra irányt érdeklődő fogékony iskolás fiatalok vesznek részt. Több egykori osztálytársa is jelen volt az eseményen, akik mindig érdeklődő, jó tanuló, értelmes gyermekként emlékeztek Keresztyén Balázsra. Nagyon régen történt, már nagyon régen voltunk ilyen gyerekek, de a legjobbat tudom mondani Keresztyén Balázsról. A legjobb gyerek volt az osztályban, nagyon jó gyerek volt, jó nevért, kedves, okos, jó családból való. Probléma sose volt, a tanárok is szerették, nagyon szerette mindenki. Úgyhogy akkor még a tanároknak volt értéke, mert a szüleink úgy tanították, hogy a tanár a második szülő, meg az iskola. Ők vezetnek be a nagy életbe. És akkor tiszteltük a tanárokat, úgyhogy problémánk nem volt. Más nem tudok mondani, csak nagyon régen volt, elnézést kérek, nem tudom még mit mondhatnék, de csak a legeslegjobbat tudom mondani. Segítőkész gyerek, fiú volt, nagyon, nagyon jó gyerek volt. A köszöntőket és a visszaemlékező beszédeket követően előbb leleplezték a Keresztyén Balázsnak állított emléktáblát, majd a jelenlévők megkoszorúzták azt.